Virág József, a Tolna-Mözsi Lovas Egyesület elnöke beszélt a kétnapos verseny programjáról. A mai napon délelőtt, illetve délután a kettes fogatok vármegyei fordulójának az akadályhajtó versenyszámát látjuk, ami két fordulóval tevődik össze, valamint a délutánban még időbüntetéses akadályhajtás kerül megrendezésre, és este 8 órától pedig a kettes fogatok kombinált hajtó verseny, ami egyben pályaavató is, hiszen a világításunk az éjszakai lovassóra most készült el. Még annyit hozzátennék az előzőhöz, hogy nem csak a kettes fogatoknak, hanem a póni ketteseknek és az egyes fogatoknak is minősítő versenyszám zajlik a mai napon. A holnapi napon pedig még jelenleg tart a nevezés, de már 230 ügyesség, illetve díjugrató versenyző nevezett ide hozzánk a 32. Tolna-Mözsi Lovasnapokra. Én úgy gondolom, hogy ami tőlünk telhető volt, azt mi mindent megtettünk, hogy mindenki jól érezze magát, illetve versenyzőknek is egy olyan pálya legyen, ami igenis egy felkészítő a további döntő versenyekre, illetve az országos döntőhöz, tehát mindenkinek a fejlődést szeretnénk biztosítani. Hála Istennek egy picit fúj a szél, hát igen, a doktor úr is reggel felhívta a figyelmünket, hogy a melegre figyeljünk, mert a lovaknak is, tehát itt mindenek előtt a ló érdeke az első szempont, amit nekünk is, mint bíróknak szemünk előtt kellene tartani, illetve kell is tartani, ezek után jöhet bármi más, ami igazából odafigyelendő. Pitatás, locsolás, lómosás adott az egészhez, úgyhogy mindenki tudja hűsíteni a lovát, és így saját magát is. Nagy Péter, a Tolna-Mözsi Lovas Egyesület rutinos versenyzője. A C2-es kategóriában versenyez már 2009 óta. Számomra teljesen jól telik, minden megfelelő. Jelenleg a jobbos lovunk az idén kezdte a versenyt, de meg vagyunk elégedve teljesítményével. Tehát minden jó, minden szép, gyerekek is hajtanak a pónifogattal, mindenre meg vagyunk elégedve. A jobbos lovam a Mózes, ő egy 5 éves lipicai heréltó, februárban került hozzánk. Hunor 7 éves, ő már 4 éven nálunk van, sajnos ő neki megdöglött a pár, és azért kellett ez a csere, de én nagyon szeretem ezt a két lovat, bár furcsa, mert eddig kisebb méretű lovakat hajtottam, és most egy kicsit furcsa ez a nagy test, magasság, minden. Itt a szezon eleje az elég nem a legjobb volt, hát ugye kezdő ló volt, de én azt mondom, hogy így az év vége, tehát a szezon vége felé tartunk, de teljesen jó fejlődnek a lovak, és meg vagyok elégedve velük. Még lesz a mai napon ugye egy vadászhajtás, meg van még vissza a megyében, lesz jövő héten Paks, utána nálunk Ozora, akkor Tamásiba augusztus 20-án egy kombinált hajtás, meg ha jól tudom Madocsa, meg Szakály, ami még vissza van fordulóként. Meg hát ugye az első három, akik bejutottak, ők mennek az országos döntőre. Valahol ott a középmezőnyben fogunk végezni családiasan, komplettan. Köszönöm. Nekünk a lényeg, hogy a gyerekek is élvezzék meg, próbáljuk őket nevelni erre az állat szeretetre, mert ugye a mai világban már csak azt tesszük a laptop, tablet, Xbox, mi próbálunk ebből egy kicsit kizökkenteni a gyerekeket. A forró nyár nem csak az embereket, hanem az állatokat is megviseli. Péter elmondta, milyen fontos, hogy a nagy hőségben gondoskodjunk megfelelően a jószágokról. Igazából nálam otthon is kint vannak karámba a lovag, de be tudnak menni árnyékba is, tehát hozzá vannak szokva valójában a meleghez, meg locsoljuk őket, meg itatjuk őket, meg magunkat is, azt kibírjuk. Ez egy életforma, tehát ez vele jár, ezt bírni kell. Volt Kincsen Parkban is verseny, ott is, tehát a maratonban elég sok lót kezelni kellett, mert nem bírták ezt a hőt. Tehát azért ez akárhogy is nézzük, ez emberre, állatra, ez már nem meleg, ez egy égető, nem is tudom mi lehet. Ugye a tavasz az meg megint olyan, hogy éjjel nagyon hűvösek vannak, hama sötétedik még, meg
kora tavasszal azért a lovak mosása sem egyszerű, És én úgy gondolom, ez nem tudom, hogy mi lesz ennek a megoldása, vagy mi sem, de az biztos, ha így melegszik továbbra is az idő, tehát ez így nem lesz jó. Nagy Gréta lovas családból érkezett, így nem meglepő, hogy előbb-utóbb ő is a versenyzők között találta magát. Vesz B-pónik, ez a második versenyem velük még, most alakulunk ketten, próbáljuk hozzájuk szokni, mert eddig csak nagy lovakat hajtottam, és így furák még. 7 vagy 6 pónis fogad van, talán a top 6-ban már leszünk, nem tudom most, hogy állok jelenleg, mert most kis baj történt, és így a nap végén hajtom le, a C, nagy ló C után hajtom le a másik körömet. Nagy lovakkal is már D-be is hajthatok, D kategóriába, meg pónikkal a C kategóriába. És így ugye elkezdtem már tavaly a bemutató hajtásokat. Megfürdessük őket, a sörényüket, farkukat kikeféljük, meg szerszámokat, hintót is mosunk, és ezek minden általában pénteken megtörténnek, ugye versenyek előtt minden. Még 2 versenyem az biztos lesz, meg póni országos, ha minden jó, az is lesz. A hangulatra a szeles augusztusi hétvégén sem lehetett panasz. Versenyzők és segítőik egyaránt örültek a hűvösebb időnek.